A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, a következő időszakban nagy örömmel számolok be önöknek arról, hogy rövidesen megismerkedhetnek egy új legendás csapatunkkal, a Mávelőre férfi röplabda csapat különböző tagjaival. Annál is inkább fontos ez, hiszen tudják önök is, Székesfehérvár sportváros, és nagyon fontos számunkra, hogy most egy olyan röplabda csapat szerzett ezüstérmet a magyar bajnokságban, az extraligában, ami én azt hiszem, hogy minden várakozásunkat felülmúlta. Ha már röplabdáról beszélünk, talán emlékeznek rá, hogy a 70-es évek közepén volt utoljára egy olyan női röplabda csapatunk, akikre érdemes volt figyelni, Fésűs Irén vezetésével, vele már beszélgettünk, most azonban a hölgyek mellett, akik szintén remek eredményeket értek el, van egy csoda csapatunk. És vendégem pedig ki más, mint az együttes vezetőedző Dávid Zoltán, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm. Ahhoz azonban, hogy megérkezz ide Fehérvárra, egy kicsit meg kell néznünk a te sportpályafutásod, hiszen az egyedülálló mindenféle értelemben, hiszen egy kimagasló tehetségnek, hogy miként tud teret adni önmagának, a tehetségének, ahhoz kellett szorgalom és kellett egy olyan életút, ami téged is jellemez. Serdülő, ifi, egy egyszemélyes csapat voltál, mondhatjuk, viszont meghatározó játékos. Nagyon fontos az indítatás. Hogy választ magának egy fiatalember sportágat? Hát nem most volt, mikor az ember kiválasztotta a röplabdát. Annak idején pontosan emlékszem rá, hogy ilyen negyedikes, ötödikes lehettem, és akkor már nagyon elkezdtem a sport felé orientálódni. Nagyon nem szerettem napközibe járni, ez nagyon fontos volt, mert tulajdonképpen itt találtam meg azt a fajta a röplabda meg a sport iránti szeretetet, ami úgy kezdődött, hogy minden egyes délutáni foglalkozásra én feliratkoztam. Ez volt a színjátszó szakkör, a sportlövészet, az atlétika, a foci, a kosárlabda, tehát hogy mindig legyen valami, hogy ne kelljen a napközibe ülnöm. És emlékszem, hogy a kosárlabdát meg a röplabdát nagyon sokáig csináltam már párhuzamosan. És akkor akkoriban a röplabda országos döntőt és a kosárlabda országos döntőt azt egy időben rendezték. És akkor a két edző behívott magába az irodába, hogy döntsem el, hogy melyik országos döntőre szeretnék elmenni, mert ugye valamelyiken ott kell lennem. És akkor leültem a két edzővel szembe, és a voksomat a röplabdára tettem le, és tulajdonképpen onnan kezdődött el ez az egész történet, amiben jelen pillanatban is vagyok. Hát ezt nem is lehet megbánni. Ugye te mondtad egy idézet tőle, túl rövid az élet ahhoz, hogy ne történjék semmi, ahhoz pedig túl hosszú, hogy ne tedd meg. Így most van. Te megtetted az első pillanattól kezdve. Így van. Mi volt a folyamatos fejlődés záloga? Hiszen mondjuk, hogy 15 évesen már az első osztályban játszottál. A folyamatos fejlődés, azt még nagyon hozzá kell tennem, hogy a szüleim mindenbe támogattak. Tehát, hogy amikor elkezdtem már így a serdülő, meg az ifi korosztályban már elég kimagasló teljesítményt mutattam, akkor soha nem felejtem, hogy édesapám leültetett egy asztalhoz, és megkérdezte tőlem, hogy vagy a tanulás, vagy a sport. Döntsem el, ő mindenbe támogatni fog engem, viszont arra az egyre kér, hogy ne legyen az, hogy az egyiket 25%-kal, a másikat 75%-kal, hanem amelyiket választom, az legyen 100%. És akkor én itt a röplabdát választottam, és azt mondtam, hogy én azt szeretném, hogy nekem ebből legyen minden, ez legyen a jövőm, ez legyen az életem, és ők maximálisan mögöttem voltak ilyen téren mindenbe. Ugye arról beszélünk, hogy a tehetség az elengedhetetlen, a szorgalom nem különben, viszont kellenek olyan mesterek, akik az alapokat olyan szinten megtanítják, ami aztán a később téged elvisz a mészárosok, pásztor, kántor kategóriájába. Így van, a legelső ilyen nevelő edzőm, aki észrevette azt, hogy talán belőlem lehet röplabdás, az Ádor Tibi bácsi volt, majd aztán felkerültem az úttörő csapatba, ott a Kun Zoltán, a Gelencsér György és a Burcsa Tibi bácsi volt, aki egyengedte kicsit a pályafutásomat.
És aztán nagyon hamar felfigyelt rám a kaposváriak és a magyar válogatott akkori edzője a Demeter György. És ugye én már 15 évesen már a felnőtt kerettagban edzettem a nagy csapattal, a nagy Mészárosékkal, hogyha szabad is fogalmazni. Igen, nyugodtan mondhatjuk, hiszen így Mészáros van. Dömötör, a másik Mészáros Péter. Azok egy fantasztikus így generáció van. Volt. Így van. Törekvés a maximumra. Ugye mindig ez jellemzett. Így van. Soha nem felejtem el, 15 évesen, amikor beléptem az első edzőtáborba, még Kaposvár mellett egy kisebb faluba edzettünk hetesen, akkor ott már az volt a célkitűzés, hogy magyar bajnoki döntés, kupa győzelem. És szerintem ez ott engem megfertőzött. Tehát ez a fajta légkör, az a fajta mentalitás, amit ott láttam a játékosoktól, ott láttam a vezetőedzőtől, és ott láttam mindenkitől. Tehát ez annyira magába szippantott, és annyira belenevelődtem ebbe, hogy ott tulajdonképpen az első edzéstől kezdve a felnőtt játékosok azok mind az illáslovak, tehát mentek. És ugye előttem csak ez a szemlélet létezett, hogy én egy ilyen csapatba nevelődtem ki. Igen, ezek legendás történetek, annál is inkább, hiszen 16 esztendősen már bajnoki döntőt játszott. Tehát nagyon kevesen vagy, talán senki nem mondhatja el magáról, hiszen ez egy olyan megmérettetés, hogy valaki magyar bajnok lehessen felnőttben, 16 esztendősen, ami rányomja a bélyegét a későbbiekre. Ez megnyugvást adott neked, hogy a tehetséged lám-lám kibontakozik, vagy pedig arra sarkalt, hogy még többet tegyél érte? Ugye a Mészáros Dömötör féle társaság, a Mészáros Peti, a Pásztor Attila, meg itt sorolhatnám a nagyobbnál nagyobb játékosokat, őtőlük ezt mentalitásban az ember nagyon megtanulta, hogy mindig többet akarjon elérni. Tehát egy idő után már nem csak arra vágyott az ember, hogy magyar bajnok legyen, hanem arra is, hogy magyar válogatott, aztán, hogy a külföldi pályára is valahogy rákerüljön. Szóval ez a légkör, mondom, ami ott volt, az hihetetlen. Tehát akármikor mentem edzésre, egy órával már előtt ott volt minden játékos. És idősebb játékosokról beszélünk. Tehát az a fajta szeretet, tisztelet, alázat, ahogy ezek az emberek dolgoztak, ha máshogy szerettem volna felnőni, akkor se sikerült volna. Tehát ez annyira vonzott magával ez a fajta mentalitás, hogy ezt elkerülni se lehetett. Ideje korán oda kerültél, tehát az élvonalba, és ráadásul fantasztikus sikereket ért el, voltak példaképeid? Persze, nekem nagyon sok magyar játékos is, mind a Mészáros Péter, a Mészáros Dömötör, a Pásztor Attila, a Veres Péter, tehát mindenkitől lehetett tanulni valamit. Tehát ez volt a legjobb, hogy ugye a mai világban az a legrosszabb, hogy a gyerekek előtt nincs egy ilyen példa, akit lehetne követni, akár az öltözőben, akár a pályán kívül, az életvitelben. Tehát, hogy ezek akkoriban, ezek nagyon-nagyon nagy segítségek voltak. A címeres mez, az mennyire volt vonzó számodra? Szabad így fogalmazni, elég rossz korosztályba születtem, tehát nagyon vonzó volt nyilvánvaló, hogy magyar válogatott lehet az ember, mert tényleg ez mindenkinek a nagy álma, pláne gyerekként, de ugye az én posztomon egy Kántor Sanyi, egy Mészáros Dömötör vagy egy Veres Péter olyan világklasszisok játszottak, hogy nekem ott nem sok babérjaim akadtak, de így is sokáig voltam a válogatott része is, és mondom, ott is rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem és tanultam. A Kaposvár az felejthetetlen időszak nyilván. 8 döntő, 8 győzelem, 7 kupa. Így van, így van. Ugye az elején, mikor az ember fiatal, akkor nem játszik olyan sokat, akkor csak kívülről nézi ezeket az élményeket, de hála Isten, én egyre hamarabb belekerültem abba, hogy a pályán is eldönthettem dolgokat. Ezek olyan dolgok, most lehet, hogy sokak számára nem nagy dolog az, hogy magyar bajnoknak lenni, vagy magyar kupa győztesnek, mert ugye ezekre a címekre nem tudsz a boltokba vásárolni, vagy bármi ilyesmi, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy ezt meg kell élni, mert ez egyszeri alkalom, és egy csodálatos érzés. Ez a mai napig így vagyok vele, hogy ezek nagyon nagy dolgok. Mivel a korosztályodban a legjobb voltál, az egyik legjobb, fogalmazzunk így, nyilvánvaló, hogy ugyanúgy, ahogy a magyar röplabdások zöme, ma már egyébként ez így van, kikacsingat külföldre. Te ugye Olaszországba mentél, Fiorese, Spa, Bassano és a többi, egy jó néhány csapatban szerepeltél.
mi volt az indítatásod? Hiszen Olaszország azért egy olyan közeg mindenképpen minden csapatsportban, ami óriási erőrelépés. Akkoriban nagyon sok olasz mérkőzést néztünk VHS videókazettán, és egyszerűen akkor ugye Olaszország volt a röplabda fellegvára, és mindenki oda szeretett volna kijutni. Ugye Kántor Sanyi is játszott már kint előtte, Mészáros Dömötör is, és ők olyan dolgokról meséltek, beszéltek, hogy egyszerűen szerintem mindenkinek az volt az álma, hogy valaha ott játszon. Ami az én pekhem volt, az az, hogy fiatalon nem volt mellettem egy olyan ember 16 évesen, aki megmondta volna, hogy ne írjak alá ilyen hosszú szerződést, mert a tehetségemből kifolyólag valószínű, hogy még hamarabb ki tudnék menni külföldre. Én sajnos ezt akkor aláírtam, egy 5 éves szerződés Kaposváron. Igaz, azóta nem bánom, mert ami alakult, az abból alakult, de igaz, hogy a sportban nincsen ha, de azért én kíváncsi lettem volna, hogyha 16 évesen nem írom alá, és 18 évesen az akkoriban megkeresett a Friedrichshafen, hogy játszhattam volna ott, lehet, hogy az egy tehát más Németország, Olaszország azért... Így van. De hát így is van. Legenda lettél, maradjunk ennyiben. Hát én inkább mindig úgy fogalmazok, hogy bárhova mentem, ott mindig voltam valaki. Itthon voltak olyan meccsek, hogy a számtalan mérkőzést említhetsz nyilvánvaló, ami különösen megmaradt. Tehát olyan mérkőzés, ami rendkívül kiélezett volt, és a szerepléseddel, a jó játékoddal segítettél abban, hogy győztesen hagyjátok el a termet. Voltak persze a kupagyőzelmekben is, például amikor Kaposváron 2-0 vezetett ellenünk a Kazincz Barcika, azt hiszem ilyen 2002-2003 körül, és akkor a harmadik szedben volt egy föladóváltás, a Mészáros Peti jött bejátszani, és tulajdonképpen onnantól kezdve minden labdát én kaptam meg, és azt a kupadöntőt sikerült megnyernünk 3-2-re. Én magamnak egy másik legendás meccset írtam, amikor Dunaújváros vezetett 2-0. Azt szerettem volna mondani. Igen, ezután. Annál is inkább, mert hogy az akkori barátaim ott voltak a meccsen, én sajnos nem tudtam elmenni, mert hogy ugyanúgy készültünk, ahogy egykor te is leírtad, arra, hogy na végre akkor itt van az aranyérem Fejér megyében, aztán ebből, mint tudjuk, nem lett semmi. Igen, az egy nagyon kiélezett csata volt. Emlékszem, hogy 2-1-re vezetett a Dunafer, ugye mérkőzés állásba, és mentünk oda a negyedik mérkőzésre, és már a csarnok előtt fenn volt a színpad. Tehát már készültek az ünneplésre, a bajnokavatásra, és az első két szedben nagyon-nagyon simán kikaptunk. Tehát az ilyen, nem is tudom, milyen fél órás lehetett talán az első két szed, majd a harmadik szedben vezettek 17-12-re. Tehát már nagyon-nagyon közel álltak ahhoz, hogy ők bajnokok lehessenek, viszont 17-12-nél valami megfordult. Tehát onnan valami hihetetlen csodával tudtunk ellenük fordítani, majd megnyertük azt a negyedik mérkőzést, jött a következő mérkőzésen Kaposváron, az ötödik mérkőzés. Emlékszem, hogy 5 órakor volt a mérkőzés, és mikor 3:30-kor, 3:45-kor már mentünk le a csarnokhoz, akkor már kígyózó sorok voltak. Tehát, hogy igen, életem egyik legnagyobb döntője az ez volt. Igen, hát a férfi röplabda egyéb iránt is, tehát az atlétikusság, a gyorsaság, a minden. Tehát egy nagyon kerek világ, én azt gondolom. És ráadásul te egy olyan sorhoz csatlakozhattál, mint azt mondjuk, hogy Tatár, Buzek, Grózer, Kántor, Mészáros, Tomanóci, stb., hiszen az év röplabdázója is voltál. De csak egyszer, amit nagy meglepetéssel tapasztaltam. Holott, én azt gondolom, hogy, és nem azért, mert itt vagy, beszéltünk erről sportszakértőkkel, hanem többször is megérdemelted volna. Nyilván nagyon-nagyon jól esnek ezek az elismerő szavak, köszönöm szépen, és nyilván egy sportoló életében mindig van valami hiányérzet. Igen, azt hiszem 2016-ban lettem az év játékos, amikor már hazajöttem a külföldi útjaimról. Ugye előtte nyertünk úgy nagyon sok bajnokságot, hogy nagyon kiemelkedő játékot mutattam, viszont én úgy vagyok ezzel, hogy mindig magamnak szeretnék elsősorban megfelelni. Tehát, hogyha én akkor azt úgy könyveltem el magamnak, hogy igen, te voltál az, akinek lenni kellett volna, és ez nem járt semmiféle díjjal, vagy semmiféle olyan dologgal, hogy mások ezt elismerték volna, akkor nem foglalkoztam vele.
Ez a mentalitás segített a hétköznapokon is? Nagyon, nagyon. Gondolok itt elsősorban arra, hogy te tudatosan készültél a jövődre. Én mindenre. Tehát én amikor 10 éves koromban megfogadtam azt, hogy én ebből szeretnék megélni, mert nekem ez a mindenem. Tehát valahol titkom bennem belül az volt, hogy ez a maga, ez a közeg, a röplabda, ez a pályafutás, ez biztos, hogy a következő lépcsőfokra fog készíteni, magyarán szóval, hogy edző lehessek. Ugye fiatalon erre még nem gondol az ember, viszont amikor elértem ezt a 32-33 éves koromat, akkor kezdtem azt észrevenni, hogy odafigyelek a csapattársaimra. Mert egészen addig én nagyon jó csapatjátékos voltam, tehát soha nem voltak sztáraüljeim, vagy kicsapongások. Nem, én azért elég sok mindent alárendeltem azért, hogy a csapatomat győzelemre vigyem, mind ezt Kaposváron, vagy mind külföldön, amikor játszottam. Tehát, hogy ez nagyon megvolt bennem, és 32-33 éves koromban értem el azt, hogy odafigyeltem a többiekre. Elkezdtem javítgatni őket. És akkor így előjött bennem, hogy mi ez az újfajta hozzáállás, tehát hogy mások játékával is foglalkozom, próbálom őket kijavítani. És tulajdonképpen szerintem erre meg kell érni, hogy ez az emberbe ez meginduljon. És ott jött ez a úgymond felvillanás, hogy akár lehet, hogy a későbbiekben én szeretnék ezzel komolyabban foglalkozni, akár gyerekekkel, akár felnőtt csapattal, mert tudom azt, hogy át tudok nekik olyat adni, amit itthon nem sok mindent, tehát ezt nem sok mindenki tanítja, ami én vagyok, ami engem jellemez, ezt a fajta mentalitást, amit én képviselek. Mi volt az edzői álmod? Tehát beszéltél, hogy gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozni, felnőtt csapatokat választottál, remek választás volt, hiszen ez bebizonyosodott Kecskeméten, itt most már rövidesen megérkezünk Székesfehérvárra, már nem különben. Mi az edzői hitvallásod? Ezt nagyon nehéz megfogalmazni, mert ugye mind az edző, mind a játékos pályafutást abban mérik, hogy pláne Magyarországon nagyon fontos az, hogy valaki eredményese vagy sem. Nagyon fontos az, hogy valaki a végén fel tud emelni egy serleget, vagy sem, de az én hitvallásom az ebben a röplabdában, hogyha 20 év múlva az egyik játékos azt mondja, hogy igen, én tőle tanultam, akkor én azt gondolom, hogy megtettem mindent. Vagy például az, hogy a volt külföldi játékosaim, az mindig kapok tőlük egy üzenetet, hogy hiányzol, coach, I miss you. Tehát ezek azért nem kézenfogható dolgok, de itt azért az ember tudja, hogy valamit adott, és nem konkrétan csak a röplabdára gondolok, hanem az egyfajta emberiségre is, mert én pályán kívül is nagyon partner vagyok a játékosaimmal. Tehát megerősítést hozott mindenképpen az edzőség is. Így van. Hozhatott is, hiszen gyorsan kupa győztes ezüstérmes lettél, és ugye jelenben a magyar válogatott másodedzőjeként is dolgozol, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen a nemzeti színeknél én azt gondolom, hogy röplabdában sincs fontosabb. Ugyanakkor mi nagyot néztünk, amikor elfogadtad a székesfehérvári meghívást. Mi volt a motivációt, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a MÁV előre nem él csapat volt 2021-ben, és tehát tudatosan kellett építkezni, amihez kellenek vezetők, és kell egy olyan jövőkép, amit nyilván neked is elmondtak, és ami az elképzeléseddel kellett, hogy találkozzék, hiszen itt vagy velünk. Így van. Ugye Kecskeméten, amikor az első évben vezetőedző voltam, ott 5 vagy 6 hónap után lettünk kupa aranyosok. Tehát ott egyből kupa döntőt nyertem. Majd a második évben megint kupa döntőt játszhattunk, és ugye a várostól azt a visszaigazolást kaptuk, hogy ezek mind nagyon szép, meg nagyon jó dolgok, de sajnos nem lesz több. Tehát, hogy nem fognak tudni minket jobban szponzorálni, és 3 év után azt vettem észre, hogy én állóvízben dolgozok. Most én a szponzorációt itt értem azokra a dolgokra, hogy nagyon sok olyan szert nem kaptam meg, akár egy szervagépet, akár egy blokkfalat, egy feladógyűrűt, amivel én dolgozni tudnék. És ott voltam 3 éven keresztül, és azt láttam, hogy nincs tovább lépés, hogy ez nekem valamiért nem jó, tehát hogy lépnem kell. És ugye akkor keresett meg a Gelencsér Balázs, a MÁV előre klubvezetője, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha én ide eljönnék dolgozni, és feljuttatnám NB1-ből a csapatot. Nem gondolkodtam egy percig se.
Tehát én szeretem a kihívásokat. Én tudtam, hogy nekem ez kell, valami maradandót alkotni, ahhoz, hogy igaz, hogy vissza kellett lépni kettőt, hogy az ember előre lépessen akár négyet vagy ötöt. Milyenek voltak az első benyomásaid? Hiszen ez nyilván nem a Kecskeméten megszokott színvonal volt akkor, viszont a tehetségek nyilván előbb-utóbb azért előre törnek, mint itt is. Nehéz volt, mert elsősorban itt fejbe. Ugye minden egyes játékosnak és minden egyes edzőnek van egy egoizmusa. Ugye, ha nem lennénk egoisták, nem lehetnénk itt. Én se ülhetnék itt, én se beszélgethetnék itt, mert elengedhetetlen az egoizmus. És amikor az, hogy extra ligából valaki visszalép NB1-be edzőnek, ott kicsit az egója ugye elkezd mocorogni, hogy az atya biztos, meg hogy biztos így lesz ez, ahogy tervezed. Viszont ez hamar félre lehet tenni. Tehát igazából nekem ez volt az egyik olyan dolog, amivel vetekedtem, viszont amikor megérkeztem és megláttam a játékosokat, akkor ez így tovaszállt, mert már azon gondolkodtam, hogy mi az én feladatom és mi az, amit meg kell nekem tanítani. Nyilván az első alkalom, amikor megláttam a gyerekeket, akkor úristen, hova jöttem? Tehát az emberben van egy ilyen, és ugye pont a mai fiataloknak nincs meg az a fajta mentalitása az élsporthoz. Inkább úgy fogják fel, hogy egy tök jó, egy kiegészítő fizetés, egy kiegészítő valami, jó az iskola mellett, és ugye ezt a szemléletet megváltoztatni rajtuk, ez majdnem, hogy ilyen... Volt kulcspillanat, amikor nyilvánvaló, hogy érkeztek új játékosok, nyilván fejlődtek azok a játékosok, akik kellő tehetséggel rendelkeztek, de nyilván voltak elvárások és célok. Volt olyan kulcspillanat, amikor azt mondtad, hogy itt most már elindultunk azon az úton, amit te magad elképzeltél? Volt, soha nem felejtem el, még a mai napig hallgatom, hogy mertem ezt megtenni vezetőedző létemre. Elindultunk Pestre egy tornára. És az egyik játékosom hátul a buszbe, ez ilyen augusztus vége, szeptember eleje lehetett, és az egyik játékosom elkezdte mondani, hogy idén simán feljutunk, meg nem kell itt megerőltetni magunkat. És az volt nekem egy jel, hogy itt nem veszik komolyan. És ahogy felértünk Budapestre, eldöntöttem már magamban, hogy nem fognak hazajönni a kis busza. Tehát elindulnak az a gyalog. Lejátszottuk a 3 mérkőzést, én megmondtam, hogy ez a fajta mentalitás, ahogy mi játszottunk, ez nem fér bele az én elképzelésembe. Tehát, hogyha én megteszek nekik valamit, akkor vállom a visszacsatolást ugyanúgy. És megmondtam nekik, hogy mérkőzés után hazataláltok, ahogy tudtok. És akkor mindenki így nézett, hogy most ez mi, vagy honnan jött, és a másodedzőmnek mondtam, hogy te vezeted az egyik buszt, én vezetem a másikat. És hazajöttem Fehérvárra, ott hagytam őket. De közben meg tudtam, hogy ez nekik egy nagyon jó csapatépítés lesz, mert hát Pestről bár ugyanhaza lehet érni Fehérvárra, talán kicsit összekovácsolódnak, talán elkezdenek ezen gondolkodni, és ott kezdtek el rájönni, hogy én ezt tényleg nagyon komolyan gondolom. Néha 60 kilométer nagyon hosszú út, máskor pedig nagyon sokat segít. Így van, így van. Melyik volt az a pillanat, amikor már az extraligában azt mondtad, hogy igen, lehet komoly célokat kitűzni? Hát amikor én augusztusban már raktuk össze a csapatot, és nagyjából képbe voltam azt, hogy én kit szeretnék hozni, ki az, aki marad. Ugye tisztában vagyok itt a magyar játékosok erőviszonyaival és más csapatokkal is. Én akkor biztos 1-4-re mondtam magunkat. Tehát mondtam, hogy 100%, hogy 1-4-be leszünk, és általában nagyon-nagyon reálisan nézek mindig mindent. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy van esély 4-be lenni, van esély döntőt játszani, akár bajnoknak lenni, akkor az úgy is van. Tehát a döntő azért meglepetés volt nyilván. A döntő az, hogy ha már ugye nekem a röplabdában van egyfajta hitvallásom, és azt gondolom, hogyha valaki élsportoló szeretne lenni, akkor mindig, a célokat mindig meg kell határozni. Tehát nem szabad azt mondani, hogy jó ez, maradjunk benne, 8. Nincs ilyen. Célozzuk meg azt is, és oda lehet érni. Igen. Tehát, hogyha nekünk ahhoz megvan a megfelelő keretünk, csak éppen egy kis változtatásra van szükség, akár ez mentális dolog, akkor igenis ezeket a célokat meg kell ragadni. Tehát akkor ki kell tűzni azt, amiről az ember csak mondjuk álmodni. És stílus tanulmány volt egyébként a csapatjátéka, hiszen
remek légiós választást tegyük hozzá, és ha most néztem az új válogatott keretet, számtalan már előre játékos, aki azt gondolom, hogy nem gondolta volna még egy esztendeje, hogy most már ott van a tűz kellős közepén, ha úgy tetszik. És ez jó részt neked köszönni, annak a szisztematikus munkának, amit megtanultak tőled, és annak az ervnek, amihez ragaszkodsz, és amit szintén megtanultak. Ez megerősítést jelent neked? Maximálisan. És a legjobb ebben az, hogy én az elején próbálok nekik megtanítani valamit, hogy tehát muszáj hinni. A hit nélkül ez nem működik. Tehát hogyha ők maguk ott belül nem hiszik el, hogy mire képesek, én erre őket megtanítom. És hogyha a végén látják azt, hogy ennek van vonzata, és tényleg oda lehet érni, és meg lehet tanulni, akkor onnantól kezdve ők át fognak kapcsolni, és innentől kezdve őket is megmérgeztem azzal, amit engem annak idejével megmérgezett ez a kaposvári. Mert túl rövid az élet ahhoz? Így van. Milyen céljaitok vannak a következő esztendőre? Hát ugye most mindenféleképpen szeretnénk nemzetközi kupába, nemzetközi porondon is elindulni ebbe a MEFZ-ába, ez a közép-keleti európai kupába, ahol a legjobb osztrák csapatok, szlovén csapatok, horvát csapatok játszanak, megmutatni a gyerekeknek, hogy tulajdonképpen mi az, ami hol tartunk, és hol tart a körülöttünk lévő környező ország röplabdája, ami megint egy jó pár szinte fölöttünk van. Szóval ez most ilyen tanuló időszak lesz, hogy lássák azt, hogy még messze van az igazi röplabda. Nos, én akkor azt kívánom, hogy érjetek oda, mindenképpen a vezetéseddel természetesen, és hát várjuk egyébként most már a következő esztendőt, és a nemzetközi kupa szerepléshez pedig sok sikert kívánok. Rajtatok nem fog múlni nyilvánvaló. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hát hajrá Máv! Köszönjük szépen! Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Dávid Zoltán volt a Máv Előre röplabda együttesének mestere. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.